Elon Musk egy ilyen all hands meetinget tartott, aki multinál dolgozik, azt talán tudja, miről beszélek. Mindegy, igazából a dolgozóknak tartott egy ilyen prezentációt. Elég érdekes infókat mondott. Az egyik ugye a fő téma, hogy a, két indítóállás, és itt már korábban is annyiszor felmerült, hogy most akkor ez vajon milyen indítóállás lesz, most akkor ez csak egy elkapott torony lesz, vagy akkor ez egy rendes, ugyanolyan, mint a mostani, már működő torony, vagy indítóállás. Tehát igen, az biztos, hogy ez ugyanolyan lesz, mint az első, már meglévő indító komplexum, vagy indítóállás, hiszen úgy igazából önmagában egy, emel, egy elkapott toronynak semmi értelme. Tehát ugyanúgy kell az indítási gyakoriság miatt, amit akár a Starbase-nél is majd tudnak majd kivitelezni, még akkor is, hogy maximum évente 10 indítás lehet majd, hogyha azt a bővítési igényt ki vagy beadják, ugye most jelenleg 5-ről van szó, az biztos, hogyha már akár 10 indítást szeretnének egy évben, ahhoz nem lesz elég egy torony, egy indító komplexum, vagy indító hanem legalább még egy kell. Az meg a másik, hogyha majd elkezdődnek az elkapási kísérletek, amihez persze azért előbb jó pár vízi tesztet majd végrehajtanak, például a vízeszállást, és akkor ott a precíziós víz, visszatérést majd gyakorolják, de akkor is, hogyha majd elkezdődik a visszatérések tesztelése, és tehát talán valami katasztrófa történik, akkor legyen egy tartalékindító állás. De ha mondjuk mind a kettő folyamatosan fennmarad, akkor is, amíg az egyiket karbantartják, a másikon tudnak tesztelni, és akár indítani is, tehát így jóval inkább fel tudják gyorsítani az indítások ütemét, hiszen most alapvetően nem csak a saját, hanem a NASA szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy az indítások gyakori fel turbozzák. Tehát a lényeg, hogy lesz még egy nyitóállás, ez biztos. Hogy hol, azt még nem tudjuk, de az viszont biztos, hogy belső információ alapján, hogy a harmadik repülés után fogják elkezdeni, és akkor ott is már elég hamar kiderül majd, hogy hol kezdik el ezt az újabb OLM-et, Orbital Launch Mountot majd építeni. Na és akkor jön az érdekesség, visszatekintve kicsit a Flight 2-re, vagy IFT 2-re, ahonnan most pont Szabi rak be hivatalos képeket. Szóval az, itt, itt, egy nagyon érdekes dolgot mondott Elon levezetésen az, hogy végre kiderült, hogy miért robbant föl a Ship 25. Eddig csak találgattunk, de most már végre kiderült. Hát először felolvasom, amit írtam, és akkor utána kifejtem, mert szerintem lesznek jó pár, akik nem értik. Először hirtelen én is értettem, hogy mi, miről beszél, de aztán leesett. Szóval a lényeg, hogy a Fly 2 esetében a tervezett oxigén kibocsátás közben tűz keletkezett, és ez vezetett a Ship 25 felrobbanásához. Zárójában írtam, hogy hasznos teherrel ez nem történt volna meg, mert nem kellett volna kibocsátani oxigént. Tehát a lényeg, hogy Ilan uh, azt mondta ironikusan, hogy igazából az lett a végzete pont a, a shift 25 hogy nem vitt magával hasznos terhet, viszont azáltal, hogy nem vitt magával semmilyen tömegszimulátort, azáltal kicsit több oxigént kellett a szükséges mennyiségnél a, az oxigéntartályba tankolni. Viszont azért, hogy esetleg amikor odaig, jutott volna a sip, hogy már visszatér a föld légkörébe, és ne talán megsemmisül, akkor minél kevesebb oxigén mennyiség, vagy minden alacsonyabb oxigén mennyiség mellett e, kerüljön erre sor. Hát most a sor sironája az lett, hogy pont így az üzemanyag csökkenés, vagy a, bocsánat, az oxigén szint csökkentés közben olyan nagymértékű szivárgás lépett föl, vagy olyan nagy, nagy mértékben szivárogtatták ki a, az oxigént a tartályból, hogy igazából amiatt robbant fel a, a sip 25. Tehát tényleg még egyszer mondom ironikusan, azért robbant fel, mert nem itt magával hasznos tehet, viszont hogyha hasznos terhet vitt volna magával, akkor Elon szavai szerint valószínűleg pályára is tud állni. Csak egyrészt nem az volt a cél, hiszen ugye azt sokszor mondtuk, hogy az IFT2 esetében nem az orbitális pályára állás volt a cél, hanem egy ilyen mondjuk, hogy szuborbitális pálya, hiszen nem a teljes földköli pályára nem állt volna soha, mert nem ez volt a cél. De ez is lett egyúttal a Vesta a 25-nek. Hát először arról lehetett olvasni, hogy február 9-e körül szeretnék ezt az utolsó WDR, tehát a Vedress rehearsal magyarul indítás előtti főpróbát, tankolási főpróbát lezongorázni. Ahhoz persze előbb át kell vinni a két fokozatot egymásra kell emelni az intóálláson, és akkor utána jöhet a tankolási teszt. Majd pedig utána pár nappal már végre is hajtanák az indítást, tehát azért persze ehhez az effének is lesz egy-két szava. Úgyhogy azért ezt nem lehet annyira Biztosra venni, de önmagában az, hogy egyrészt mondom a február 9-ek körül szeretnék a tankolási tesztet, és utána a 12-e és 14-e között szeretnék alapvetően így az, az nyitást végrehajtani, az már önmagában egy elég pozitívum, ahhoz képest, hogy korábban eddig nem nagyon volt semmilyen becslés sem. Szóval ahogy haladunk előre, így most már a, talán egy hónapon belül vagyunk, lehet így mondani. Eleve attól függ, hogy, hogy mikor fogják átgördíteni, a, vagy mikor lesz kész eleve az indítóállás a, a, két prototípus fogadására. De ezt pont ezt a mostani adás előtt olvastam, hogy ezt mindezt 48 óra alatt szeretnék lezongolni, tehát egészen onnantól, hogy átszerítják őket, stacking, tehát egymásra emelés, vedress rehearsal, és igazából, hogy eldöntsék, hogy készen áll a, a, a full stack az indításra. Mondom, ezt mindössze kettő nap alatt szeretnék végrehajtani ami persze megint egy elég komoly lépés lesz az a korábbiakhoz képest. Aztán ugye megint az FA majd szépen a kis maga tempójában majd kiadja, vagy éppen nem adja ki, tehát úgyis ki fogja adni majd előbb-utóbb a repülés engedélyt, csak hát kérdés, hogy ez mennyire köp bele abba a levesbe, amit a SpaceX szépen főzöget magának, hogy tényleg ugye február közepe körül tervezik az indítást.